az Egyesült Államok jóvá hagyta, hogy Dánia és Hollandia F-16-os vadászgépeket küldjön Ukrajnának, amint befejeződik az ukrán pilóták kiképzése. Az ukrán légierő szóvivője néhány napja azt nyilatkozta, idén még nem fogják tudni bevetni az amerikai gyártmányú F-16-osokat, de azt is hangsúlyozta, hogy nagy reményeket fűznek hozzájuk. Washington döntése egyértelműen jó hír. Egyetértünk abban, hogy a kiképzés egyik fontos, logikus mozzanata a gépek küldése, amit Dániával közösen meg is teszünk. Keményen dolgozunk azon, hogy az ukránok a lehető leghamarabb felkészüljenek az F-16-osok használatára, fogalmazott a közeljövőben leköszönő holland védelmi miniszter. Szombatra virradó éjjel az ukrán légierő 15 orosz drónt lőtt le. A hadijelentés szerint összesen 17 iráni Shahed drón támadott, hogy a maradék kettővel mi történt, arra egyelőre nem tért ki a beszámoló. Az elmúlt 24 órában az ukrán erők folytatták előrenyomulásukat a déli Mokrialó folyó mentén, és visszafoglalták Urozsajne települést. Északon tovább zajlanak az orosz támadások Kupjansz térségében, egyelőre jelentős előretörés nélkül.